Tisztelettel köszöntöm Önöket! A képviselő testület a novemberi rendes testületi ülését megtartotta. 21 napirendi pontot tárgyaltunk. Ezekből néhányat szeretnék Önökkel ismertetni, amely úgy gondolom, hogy fontos az Önök számára. Ha ettől többet szeretnének tudni, akkor a Gyálváros honlapján megtekinthetik a napirendi pontokat, illetve a testületi döntések eredményét. A testület az elmúlt időszakban hozott döntéseket is megismerhették, és azt is megismerhették, hogy milyen az anyagi helyzetünk, és milyen befektetésekkel bírunk, illetve milyen megoldások történtek, intézkedések az elmúlt egy hónapban. Több rendeletet is módosítottunk, így a 22-es költségvetésben bizonyos helyekre kellett betenni pénzeket, amit kaptunk, támogatásokat, illetve a törvénynek megfelelően kellett elrendezni ezeket a pénzeket. A jövő évi igazgatási szünetet is elfogadtuk, illetve a köztisztviselők napját is munkaszüneti nappá nyilvánítottuk. A szociális rendeletet kívül helyeztük, és alkottunk meg egy újat. Jóvá a jövő évi képviselőtestületi munkatervet, 2023-as természetesen, és az 2023 évi belső ellenőrzési tervet is jóvá hagytuk. Kiírtuk az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetésére a pályázatot. Bretus Imre a jelenlegi közösségi ház igazgatója 5 éves megbizatást kapott, ugye a törvény ezt engedi, és júniusban lejár az ő mandátuma, ezért kellett kiírni, természetesen ő nincs kizáró a pályázók közül, ő maga is pályázhat. Elfogadtuk az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023-27 időszakra vonatkozó továbbképzési tervét. Folytatódik a fajültetési program. tova már ezer fát ültettünk el önökkel közösen a városban, és ismételten meghirdetjük az ezévi, illetve a jövő évre átnyúló 200 darab fát, amire lehet igényt bejelenteni a honlapunkon, vagy akár itt a hivatal portáján. Egy nagyon fontos döntést is hoztunk az évvégi jutalmakkal kapcsolatban. Ez évben a város összes dolgozója megkap, megkapja a jutalmát. Három havi, átlagban három havi jutalmat kapnak, illetve a vezetők ugyanazt a jutalmat kapják, amit tavaly. Ez összesében 457 millió forint. Hogy a kedélyeket lehűtsem, szeretném elmondani, hogy sem az alpolgármester úr, sem én ebben az évben nem veszünk fel jutalmat. Zárt ülésen döntöttünk a közművelődési díjról, erről majd később fognak tájékozódni, vagy kapnak tájékoztatást. Szeretném még azt is elmondani önöknek, hogy a legközelebbi rendes testületi ülés az 23. január 26-án lesz. És hogy egy kicsit az ünnephez is csatlakozzak, szeretném elmondani önöknek, hogy most 27-én vasárnap 10 órakor a református templomba gyújtjuk meg a város első gyertyáját. 4-én vasárnap 9 óra 30-kor a katolikus templomba fogjuk a másodikat, és december 11-én 17 órakor a közösségi házban a harmadikat, ahol a Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola az adventi hagyományos gálájára kerül sor. Valamint 22. -én december, bocsánat, 22. december 18-án vasárnap 17 órakor a közösségi házban a gyári fúvó zenekar tartja meg karácsonyi gálaműsörét. A időközben szeretném elmondani azt is önöknek, hogy a fúvós zenekar megújult, átalakult. Én érdeklődéssel várom az új repertuárt és az új műsorokat. Jöjjenek el és nézzük meg őket. Szeretném még valamire felhívni az önök figyelmét. Ebben az évben szenényebb lesz a város karácsonyi díszkivilágítása, de egy jó dologgal próbálunk önöknek kedveskedni. Itt a városháza előtt van egy, hát hogy is mondjam, hintó, egy szán, reméljük, hogy lesz hó is körülötte, amiben be lehet ülni, és lehet fényképezkedni. És arra kérem Önöket, hogy a hashtag oldalra, vagy én nem is tudom, hogy kell ezt mondani, tegyék fel a képeket, minél több képet, és akkor rákeresünk, megnézhetjük, hogy ki, hogy érezte magát ebben a hintóban. Ezekkel a szavakkal búcsúznék Önöktől, de előtte szeretném elmondani, hogy december 7-én, azaz szerdán találkozunk a fogadóórámon. Elvárom Önöket. További szép estét, jó napot kívánok mindannyiuknak!